Oké, akkor azt gondolom, tovább is feladhatunk a MOL Szegedre, ahol azért nagyon-nagyon sok a kérdője, mindig ezt említjük most már a szegediek oldalán ebben a szezonban. De azért azt hozzá kell tenni, hogy ez a legutóbbi Tatabánya elleni Maja a 8-döntő azért talán előrevetített valamit ugye a Szegednél, korábban mindig arról beszéltünk, hogy a csapat ősszel nagyon nyeri magát, és mindenki ellen veszélyes, majd amikor jön a tavasz, jön április, és jönnek az igazán fontos mérkőzések, akkor ilyen egy-egy olyan 10 perces, negyedórás leolvadás, ami miatt szerte foszlanak az igazán nagy remények. És mi van, ha most épp az ellenkező utat jár majd be a csapat? Dobom föl gyorsan a kérdést. Láttok erre esélyt? Hát a jelenlegi híreket látva van rá esély, hiszen a Tatabánya ellen egy nagyon magabiztos Szeged játszott, tehát nyilatkozta is Miklán Roland, hogy nagyon örül, hogy végre mindenki visszatért a csapatba, és erre a teljesítményre kell építeniük. Úgyhogy nagyon sima volt például az a Tatabánya mérkőzés, amikor először rá pillantottam az eredményre a mérkőzésen, akkor azt hiszem, hogy 9-2 volt a Szegednek, szóval nagyon imponáló magabiztossággal kezdték már a mérkőzést, és ugye mindenki már a kulcsjátékos közül visszatért. Igaz, ezt megelőzően csak egy vagy két edzésük volt együtt, de azóta azért már eltelt pár nap, volt egy Komló elleni mérkőzés is, azt is ugye simán hozták, és ott is azért gondolom tudtak már fejben taktikailag készülni erre a Kiel elleni mérkőzésre. Ugye én is abban bízok, hogy ez a tavasz azért sokkal másabb lesz, mint az elmúlt években. Ellentétes előjeleket látok. Ellentétes előjeleket látok, így mindenféle német sajtótermékben azt olvasni, hogy kulcsemberek dőltek ki a Flensburg meccs után közben a Kiri kezdőből. Pekeler nevét hallottuk többé-kevésbé. Azért ő meghatározója a Kielnek az alapvédekezésének, és ugye az első számú beállósuk ezen a poszton. Tehát minthogyha azt gondolnám, nem játszott, azt hiszem, hogy karantén miatt nem védett a Landin például, és arra sem biztos, hogy sokan, tehát nem is biztos, hogy Szegedre utazhat például. Emellett ugye Szegednek folyamatosan érkeznek vissza a játékosok. Azt hiszem, hogy Kanelyaszt még nem láttuk, azt hiszem a távol léte óta, de talán Kiel ellen már ő is jöhet, és hát a vadonatúj bomba fegyverünk Wuyin is ott lesz a pályán, és aki nyilvánvalóan termentesíteni tudja Kaspereket, akinek ugye több kritika élte a teljesítményét, mint mondjuk dicséret az elmúlt egy évben. Valahogy ő nem tudta megugrani ezt a egyedül viszem a hátamon azon a poszton a csapat kérdését. Viszont például üdítő volt Bánhidit újra látni, ő egyébként elől-hátul meghatározója lesz ennek a párhasznak, azt gondolom. Nagyon-nagyon fel kell kötni egyébként a Kielnek a gatyáját ahhoz, hogy a védekezésre valahogy meg tudják fogni Bencét. Én két adáson keresztül azt mondtam, hogy 60-40-et adok a Kielnek, én most ezt változtatnám 55-45-re egyébként, mert azért látni kell, ugye hiába a világ legjobb játékosaiból áll az a Kiel, azért a Flensburg ellen, amelyik egy kopak csapat benyomását keltette, ha nem is esélytelenek, de a másik fél évben teljesen összeomlottak, úgymond ezen a szinten, és akár ez várható a Szeged ellen is egyébként, ugye fontos játékosok estek ki. Az egy kérdés, ugye még én sem tudom pontosan megmondom őszintén, hogy Landin játszhat-e vagy nem, ugyanakkor azért a jó öreg veterán Matthias Andersson azért 10 védése vétette magát, ugye nagyjából hát olyan, mennyit játszott, 40 percet játszott, tehát azt így kell nézni, szóval az se sokkal rosszabb teljesítmény, mint amit Landin szokott nyújtani. Oké, világ legjobb játékos, ő az év játékosa volt, de azért ő, bár csapatkapitány, azért nem volt akkora hiány ez a poszt. Ugyanakkor Pekele hiány azért az egy komolyabb érvágás lehet, és hát az egyébként, hogy azt mindenki tudja szerintem legalábbis, hogy ebben az esetben az előjelek alapján csak a Kiel veszíthet. Legalábbis én így gondolom. Szóval itt mindenki úgy állítja be, hogy hát a Szeged aranyos kis csapat, de
tele voltak gondokkal, majd most akkor a BL győztes simán átmasírozik rajta, szerintem ez nem lesz ilyen egyszerű, hagyjátalán ilyen megtörténik, ugyanis pontosan most a legrosszabb időpontban veszítették el ezt a mérkőzést a Frenzburg ellen, ugye ez egy ilyen 4 pontos mérkőzés volt, mert most már a Frenzburg vezeti a tabellát, és azért ez biztos, hogy benne a fejében azért a nyomot, hogy mindig azt szoktam mondani egyébként, hogy én nem szeretek olyan csapat ellen játszani edzőként, akik az előző fordulóban kikaptak. Szóval mindig szeretek olyan csapatok ellen játszani, akik nyertek, mert akkor el vannak kényelmesek. Legalábbis van egy ilyen érzés bennem, ez persze nem mindig így van, és nem mindig igaz. De most ebben az esetben azért egy ilyen komoly mérkőzés, egy komoly erőpróbát elveszíteni, pont 3 nappal egy ilyen, vagy 4 nappal ilyen fontos mérkőzés előtt szerintem elgondolkodtató lehet, és akinek több fonton voltak problémái egyébként. Itt lehet a 7 méteres lövés, amelyik mindig is nagyon biztos volt, Ekberg is hibázott, ugye egyetlen egy ember volt elképesztően jó, ugye a Szagúzen, ő azért félelmetes milyen formában van most egyébként, ő viszonylag lassabban kerül be a Kiel gépezetbe, akkor a Final Four-ban már azért vállalható játékot nyújtott, és azóta viszont ugye volt egy jó világbajnokság, és azóta is csak jó játszik, és tegnap is aztán 9 gólt lőtt, és ahogy hallgattam a mérkőzés utáni interjúkat, azért ott érezhető volt egyfajta bizonytalanság, hogy tudják, hogy szerdán kemény próba lesz, és hát csak elvesztették ezt a mérkőzést, amely a Bundesliga szempontjából az egyik legfontosabb volt, bár ugye még mindig van vagy 18-19 mérkőzés, de azért nem jó egy ilyen csúcsmérkőzést elveszíteni. Ha mondjuk a szegedi csapat megfigyelőjeként vettetek volna részt a két Flensburg meccsen, akkor mik lettek volna azok a pontok, amik mindenképpen bekerülnek a jegyzetfüzetbe? Amik mind gyengeségként jelentkezhetnek? Hát szerintem a legszembetűnőbb volt, hogy aki mennyire gyengén védekezett a beálló játék ellen. A Gottfriedson olyan bejátszásokat adott, amelyek egyébként szenzációsak voltak, de egy kis figyelemmel vagy koncentrációval elkerülhetetlenek lettek volna ilyen look pass, meg hasonlók. Erre szerintem lehet alapozni, és hát azért tudjuk, hogy Bahir Bence a világ egyik, ha nem a legjobb, szerintem a legjobb beállósa. És ami fontos, hogy ugye a szélekről rengeteg gólt kaptak, főleg bal szél, ugye Van der Sem 10 gólt lőtt, és hát jó, a világ egyik legjobb formában lévő szélső, vagy hát, és szerintem mondjuk az MVP is ő volt a világbajnokságon. Szóval a széleken is lehet mit keresni, és a beállóban is lehet mit keresni. És nekem azt tűnt fel egyébként valamiért, lehet, hogy csak egyetlen egy mérkőzés volt, hogy a Duvnyák zavaró védekezése most abszolút nem volt hatékony, pedig egyébként a világ egyik legjobb zavarója szerintem, de ezt nagyon okosan játszották ki, szóval erre tudnak alapozni, akkor azért tempó és létszám előnyöket tudnak kialakítani bizonyos helyeken, és az jó lehet, szóval én ezt mindenféleképpen nekem szembe is tűnt, hogy a beálló ellen nagyon gyengén védekeztek, és szélre is rengeteg gólt kaptak, persze az kellett, hogy úgy lőjenek két szélsője, lasszis van, és van-e, hogy ez tényleg világlasszis, úgyhogy, és viszonylag kevés lerohanás gólt lőttek, ami szintén meglepő volt. Szóval a Kiel valahogy fejben nem volt ott, hiába fogadkoztak a mérkőzés előtt, és mondom, a Flensburg egy kemény csapatmunkával, hiszen nem is tudom, hogy van-e posztonként, nyilván van, de posztonként összevetésben szerintem nagyon, nagyon a Kiel lenne elő, de félelmetes, hogy csapatként milyen erősek voltak, és valami simán megvették, és ezt lehetne elvárni a Szegedtől is szerintem, és erre jó esély van szerintem, hogy jó csapatként lépnek föl egységesen, akkor ez a Kiel abszolút fogható. Egyet tudok veled érteni, Zoli, azt azért tegyük mellé, hogy üdítő kivételként a Veszprém mérkőzésen Szegedtől elég hosszasan láthattuk a 7-6 elleni játékot, amely az utóbbi időben azért a magyar csapatoknál nem nagyon volt jellemző ennek a használata. És ha nem is azt mondom, hogy végtelenül jól lett ez a játék lejátszva, de meglehetősen magabiztosnak tűntek a 7-6 elleni játékban a szegediek. Jelenthet-e ez szerintetek különbséget a szerdai mérkőzésen? Szerintem egyébként...
Bocsi, mondjad. Ja, szóval szerintem abszolút, mert hogy te is mondtad, ez a magyar csapatokra egy nagyon szokatlan felállás, és a Szegednél igazából én eddig sem értettem, hogy ezt miért nem alkalmazzák, mert hogy ugye három kitűnő beállója is van a csapatban, tehát gyakorlatilag minden adott lenne ahhoz, hogy 7-6 ellen egy két beállós játékot alkalmazzanak, és lehet, hogy a kényszer szült, tehát lehet, hogy ez kicsit már a menekülés előre, de én ebben abszolút látok rációt. Igen, hát én voltam a legnagyobb kritikus ennek, hogy a Magyarországon dolgozó edzők ezt nem nagyon alkalmazzák, és nekem nagyon jó volt ezt látni, hogy Pásztor nem tudom minek a hatására, mert ez szerintem váratlanul előhúzta, ugyanakkor az a váratlanság még mindig fennállhat, és nagyon eredményes lehet. Ugye pontosan azért, mert a Dubnyák védekezése általában elég erőteljes és effektív ott 5-1-ben, és hát nyilvánvalóan, hogyha két beállóval játszunk, tehát 7-6 terem két beállóval, akkor vissza kell húzódniuk jó esetben, normális esetben, és ez abszolút a Szeged ma már hajtatja vizet, és mondom, ez lehet egy abszolút jó fegyver, ugyanakkor szerintem biztos benne, hogy felkészültek, mert azért ők is elemeznek, de ez egy üdítő dolog egyébként, és szerintem olyan szempontból váratlan, hogy ezt eddig nem látták a Szegedtől, és most eredményezhet jó dolgokat. Még láttam a Szegedtől üdítő dolgokat egyébként a veszői mérkőzésen. Például Alilovics remek teljesítményét tudnám még kiemelni. Ő is viszonylag több kritikát kap a szegedi szurkolóktól, akik gyakrabban követik a mérkőzéseket. Igazából a Rolandnak a formájával nem volt nagy probléma az idáig, viszont igazából Alilovics még nem mutatta meg ebben a szezonban azt a hatékony védés mutatót, a magabiztos zicserhárításokat, hetes fogásokat, amelyekért Veszprémbe imádták. Most viszont, mit ad Isten, pont Veszprémben, szerintem egy nagyon jó napot fogott Kői is, nem csak korá lesz, és talán a kapus pont lehet még egy olyan pont, ahol a Szeged tud BL Final Four szinten szerepelni, hogy így mondjam, ez nagyon csúnya mondat volt így. Jó, a Killnek még jobb kapusora van, azt is tegyük hozzá, de én azt gondolom, hogy a kapuban, a Szegednél meg lesz a jó teljesítmény, tehát tudnának egy 35-40-45% környéki védésmutatót összehozni, akkor igenis meg kell játszani azt a 260-as Szeged utcot, amit látunk a fogadirodáknál. Hát és kérdés volt, hogy a Killnél, hogy a Landin tud-e jönni, tudja-e vállalni a játékot, mert hogyha nem, akkor nyilván az Anderson ez egy hatalmas egyéniség, de ahogy néztem a Flensburg elleni mérkőzés statisztikáját, tehát rajta kívül a Kuenstedt, a cserekapusuk, tehát nem is találkozott a labdával, nem tudom igazából, hogy mennyit játszott, vagy hogy mennyit volt pályán, de azért az mindenképpen sorsdöntő lesz az a helyzet, hogy Landin itt lesz-e, tud-e játszani, vagy pedig nem, mert hogyha tényleg Landin nem lesz, akkor valóban ez a kapus teljesítmények közötti különbség, ez valóban döntő lehet, mert szerintem, ha a Mikler, ha az Alilovics kezd, bármelyik el tudja kapni a fonalat úgy, hogy képes extrát nyújtani. Én hallottam a mérkőzések előtti interjúkat, ott egyébként a Matthias Anderson meginterjúvolták, és mondta, hogy hát ő két nap múlva lesz 43 ő, és csak ha nagyon nagy szüksége van rá, akkor fog beállni, és a Kvenstedt 15-20 percig tényleg talán olyan labdákat fogott csak, amelyiket te is megfogtál volna igazából, és akkor jött az Anderson, és azt hiszem, talán 10 másodpercen már védett is egy óriásit egyébként, ő tényleg oda tette magát. Egyébként érdekes, mert én úgy gondolom egyébként, hogy ha a kapusok erősségét nézzük globálisan, tehát együttesen, akkor szerintem a Szeged előrébb van, mert a Landin, ő hát a világ egyik legjobb kapusa, viszont a Kvenstedttel együtt nem alkotnak olyan erős páros szerintem, ha Landinnak mondjuk nem megy, mint mondjuk az Alilovics-Mikler duó. Legalábbis én így gondolom. Tehát ha összességében nézik a kapusokat, szerintem akkor a Szeged akár még előnyben is lehet, mert azért, hogyha Landinnak nem megy, akkor szerintem az Alilovicsnál és a Miklernél jóval
gyengébb, mondjuk így, kapus fog beállni, hanem az Anderson, amit egyébként kizártnak tartok, ha Landy jön, akkor szerintem a Könstét jön, és az Anderson nem játszik, ami szerintem nekünk jó, tehát a Szeged mindenféleképpen jó, és még ha mondjuk az Alilovics kezd, és neki nem annyira megy, akkor mit kell, tud egy hasonlót, vagy nyilvánvalóan még egy nagyobb szintet is hozni, ezt én nem látom a másik oldalon. Ha Landynak nem megy, ilyenre azért volt már példa, ritkán, de előfordul, akkor ő mögötte nincs olyan erős támogatás, vagy erős csere, mint mondjuk az Alilovics Mikler tekintetében. Szóval szerintem ez a párharc, még a hülyén is hangzik, legalábbis így gondolom, szerintem a Szeged felé dől el, ha pedig nem jön a Landin, akkor egyértelműen, hogy a szegedi duó ő sokkal erősebb, mint a Kvenstedt-Anderson duó. És akkor már csak a Szegózennek kellene valamit kezdeni, aztán elég jól is állnánk, de hát ez viszont nagyon nehéz lesz, tehát nem is tudom ellene, hogy lehet hatástalanítani valamennyire, mert... Tehát, én azt gondolom, hogy nem csak a Szagózen van ott Weinholdtól elkezdve, tehát nagyon erősek ők, minden pozícióban van azért sok jó játékosok, szélen kifejezetten erősek. Említetted Ekberget, hogy hibázott hetest, de azért én azt gondolom, manapság az egyik legjobb szélső játékosról beszélünk, de mondhatnánk, akár nyilván Pekerer hiányában reaktiválhatják a Vinceket, több játékperc fog neki jutni, ő azért 5 éve oszlopos tagja volt mind a védekezésnek, mind a támadásnak a kilbe. Tehát én azt gondolom, hogy minden poszton azért vannak megoldásaik. Mégis én azt gondolom, hogy szűkszegedi győzelemre gondolkodok idehaza, aztán kint az még messze van. Egyébként jó, hogy mondtad a szélsőket, amúgy a két szélső, a kilben szerintem nem is lőtt gólt egyébként. Tehát a Magnus Landin és a Damke játszott, a Damke konkrétan Zitzelbe fölé lőtte, szóval egészen elképesztő rossz formában voltak, ami nem biztos, hogy megváltozik egyébként. Ahhoz képest viszont a kevés labdát is kapta, tehát a Szagózen azért az nem kell nagyon számolni, hogy a Szagózen felőgő, akkor bal széle fog játszani, legalábbis erre nem sok példa volt most a Kiel mérkőzésen. Az természetesen tudjuk, hogy az Ekberg se fog nyilván két mérkőzést követően rosszul játszani szerintem, és nyilvánvalóan nem csak Szagózenből áll, de a Szagózen van most olyan formában, amely abszolút kimagasló világviszonylatban is, mint egyébként általában világviszonylatban is kimagaslik. És hát azért én is úgy gondolom, hogy a hazai pályán ez szinte kötelező szerintem, kötelező győzelem, és aztán idegenben pedig mivel nincs akkora különbség szerintem most így a korona miatt, hogy ugye nézők, meg ilyen beféle behatások, szerintem ez nem játszik akkora szerepet most, és hát a szegedi szurkolók azért nyilván hiányozni fognak, de én is úgy gondolom, hogy hazai pályán ez egy 3-4 gólos győzelem is lehet akár, idegenben pedig szerintem itt tehát én nem tudom mérkőzést hozni, szerintem a Kiel itt Szegeden se, vagy otthon se, ami alapján a visszavágón bármely csapat esélytelen lenne. Szóval ez egészen biztos vagyok benne, hogy ez egy utolsó, tehát a 120 percet néven utolsó 10 percbe fog eldönni, legalábbis ezt tippelem. És reménykedem persze. Még egy kérdéskört bedobnék ezzel a párharccal kapcsolatban, Zoli, ez neki kifejezetten tetszeni fog, mert hogy az edzőkről lesz szó. Ugye kicsit kitelegedve a szennyes, és mi azért szoktunk arról beszélgetni csoporton belül, hogy Filip Iha eddig teljesítményben még a B1 győzelemmel együtt is azért vannak kérdéseink. És hát Juan Carlos Pastor kapcsán is merülnek fel kritikák, egyre hangosabbak, hogy ő nem tud kilépni a sémáiból, hogy nincs igazán B-terv, hogy minden évben gyakorlatilag újjáépül a csapat. Most zárójeles megjegyzés az mindegy, hogy ezekkel egyetértünk-e vagy nem, de hogy ezek vannak, ezek a kritikák. Szóval egyik edzőnek sem makulátlan, úgymond a megítélése. Mit gondoltak az ő kettő párharca, hogy nézhet ki, melyikük lepheti meg a másikat, vagy ilyen szinten lehet meglepetésekről már nem lehet beszélni. A rutin Juan Carlos Pastor mellett szól. Az a felépített struktúra, amiből ő már 25 éve építkezik és menedzseli a csapatait, az egy rendkívül hatékony. Egyébként az északi stílusú csapatok ellen is nagyon hatékony tud lenni,
ha megvan hozzá minden posztra a megadott ember. Jiha, viszont én azt gondolom, hogy kritikák ellenére, én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon jó rajtot vett a Kiel élén. B-t nyert, mondjunk egyebet. Bundesligát, bajnokok ligáját, bármelyiket gondoljátok mögé. Jó, lehet, hogy messze van a csapattudásban attól az 5 évvel ezelőtti mágikus Kieltől, de én azt gondolom, hogy Jihában maximális a bizalom jelenleg. Lehet, hogy idáig. Tehát taktikailag én azt gondolom, Pastor fel tud nőni a feladathoz, főleg én azt gondolom, itt a védekezésnek a variációs lehetőségei mélyebbek a Szegednél, már bejáratott, zavarós, nyitott védekezést is tud alkalmazni a csapat, és talán ezzel valamelyik szisztémával meg tudja lepni esetleg a németeket. Hát, köztudott, hogy én nem vagyok nagy iharajongó egyébként a bajnokligája győzelem és a Bundesliga mennyelése ellenére sem. Most is volt, hogy a Flensburg ellen 2,5 perc volt hátra, 3-mal vezetett a Flensburg időt, és mondta, hogy semmi baj, minden rendben van, szóval világon nincs, de igazából lényegtelen. Az, amit elért, azt senki nem veheti el tőle, és igazából óriási respekt ezért. Amit mondtál, az abszolút egyetértek, szóval a rutin nyilvánvalóan a Szeged mellett van. Ugyanakkor láttuk, hogy tehát ha nem nyert volna a BL-t ez a Kiel, akkor mondhatnánk, hogy jó, hát és akkor ezzel le is tudtuk. De azért a Jihának egyébként szerintem abban erősebb sokkal, vagy abban másabb, hogy ott szerintem egy Duvnyák szerintem teljes mértékben egy másodedző szerepet tölt be. Szóval lehet látni a testbeszédben, illetve az időkéréseknél, vagy a kommunikációban, hogy ők megbeszélik a dolgokat szerintem. Szóval ők, szóval a Jihának van a jobb keze, aki a világ élvonalába tartozik. Ugye vannak olyan játékos, akik szintén oda tartoznak. Szóval én nem látok ilyen jobb kezet, ilyen szoros jobb kezet a Szegednél. Úgyhogy szerintem ezzel kompenzálódhat az egész. De én abban nem hiszek, hogy óriási meglepetéseket tudnak okozni. A Kiel valószínűleg ugye 5-1-1 védekezik, vagy 6-os falat. A Szeged is igazából, inkább 6-os falat. A Kiel is játszik két beállóval 7-6 ellen. Most már láttuk, hogy a Szeged is tud. És igazából rendkívüli meglepetések szerintem nem lehetnek, mert ezért ezek vannak olyan klasszis edzők, hogy ha az egyik reagál, akkor a másik reakciója azonnal ott van, és ezt valamilyen szinten ugye, kompenzálja, vagy hát megoldás lehet. Úgyhogy szerintem ilyen nagyfokú meglepetések nem lesznek. Ugye én azt kívánnám a legjobban, hogy ugye, mind a két csapat a legjobb összeállításába szerepelhessen, ugye ez valószínűleg nem lesz így, de így is egy nagyon jó kis mérkőzést fogunk látni, úgyhogy én nagyon várom, hogy ott leszek a tévé előtt. Hát én is úgy gondolom, hogy ha a tapasztalatot, meg a rutint, meg a szakmában eltöltött éveket nézik, akkor mindenféleképpen az edzők összevetésében Pastor Iha fölé nő. Nyilván Iha még egy fiatal kezdőtréner, de én úgy gondolom, hogy a keretet nézve a Kiel erősebb, viszont ha az edzőket hasonlítjuk össze, akkor Pastor tapasztaltabb, hogy aztán majd ugye a tanítványok mit tudnak kivinni a pályára, azt már meglátjuk. Szerintem, ha mondjuk, ne adj Isten, nagyon szeretném, meg szeretnénk, hogy a Szeged tovább jusson, ha esetleg sikerülne tovább jutni, és a Kiel mondjuk elvesztené a Bundesliga elsőséget, és akkor akár még azt is el tudom képzelni, hogy a következő szezont már a Kiel másik edzővel kezdi, de Szegeden szerintem ilyen probléma, úgymond, vagy ilyen helyzet még nem hiszem, hogy előáll abban az esetben, ha most véletlen ez a BL továbbítás nem sikerül, és a bajnoki cím is oda lesz, úgyhogy kíváncsian várjuk majd, hogy a két csapat hogyan szerepel. Érdekes, amit mondtál, én ezt nem tartom elképzelhetőnek, legalábbis most, mert a Jihának is voltak azért összeállóan mérkőzései, amelyek a bajnokligában, amelyek nem voltak annyira meggyőzőek, és ott sem merült föl, és most azért csak nyerte BL-t, és igazából ide kapcsolnék vissza, hogy én úgy gondolom, és ezt már többször is gondoltam, és leírtam, hogy azért nyerhetett a Kiel bajnokligát, mert kevesen voltak, és ugye nem volt nagyjából hibázási lehetősége a Jihának sem, és a csapat ugye ilyen esetben teljes mértékben motivált.
ugye ilyet már láttunk a Vádárnál is, amikor nagyon kevesen voltak, és ezért gondoltam, és ezért is mondom mindig is el, hogy szerintem a Veszprém egyik óriási gondja, hogy ilyen nagy kerete van, ilyen bőkeret és ennyi világklasszis játékosa, mert egyszerűen szerintem úgy lehet csak tűzbe tartani a játékosokat, ahogy például a németek csinálják, vagy hát ugye és a Final Four-ban nem is tudom, volt talán cserélési lehetőségük, egy-kettő talán, és azért ilyen esetben azért a pszichológiai előny az inkább velük van, és ez most látszik, hogy azért jön, az játékosok ott vannak, az összes játékos nagyjából most azért van a kieső persze, de rendelkezésükre áll, még Bilikő hosszabban esett ki, de azért ez a fajta pszichológiai előny most nem nincs velük, és igazából én nem is gondolnám azt, hogy a Kiel a Final Four egyik esélyese, vagy a bajnoki liga egyik esélyese. Pontosan ebből kifolyólag, hogy ez a fajta pszichológiai előny szerintem abszolút nincs már náluk, és így azért a Lihának is sokkal nehezebb dolga van forgatni a csapatot, és mondom, emiatt én abszolút bizakodó vagyok a párharcot, illetve ön is. Szóval akkor tehát itt pedig az a konszenzusunk, hogy egy szoros szegedi győzelem fog születni, és majd visszavágondolnak el az érdemi kérdések. Még egy témát a kékek kapcsán mindenképpen akartam hozni, hiszen van aktualitása, ugye a Jean Kanyers és Stanislav Kasperek is távozik, előbbi a Sefhozon, többi pedig a Meshkov Pest csapatában folytatja majd, és hát ennek kapcsán azért felmerülhet bennünk, hogy mindenképp igazolnia kell majd még a Mopik Szegednek a jövő szezonra nézve. Azt nem kérem, hogy neveket mondjatok, mert nyilván azt azért nehéz lenne, de hogy látjátok most a szegedi keret helyzetét? Hosszról erősítésre, illetve lehet ezzel jövőre egy ütőképes keretemben meg lehet célozni mondjuk a Final Four-t? Az átigazolási piacon ugye zajlanak az események. Nem gondolnám, hogy meglepetés érte a vezetőséget, hogy Kanéasz. Igazából nem tudom, hogy állottak-e fel szerződés neki, avagy sem. Talán lehet, hogy bővebben volt erről szó ma egy másik műsorban. Nem volt hozzá szerencsém sajnos. Én azt gondolom, hogy Kanéasz távozása, ha nem is papírforma volt, de valószínűleg borítékolható volt. Az ő helyére biztosan nézegetnek játékosokat a szegedi vezetők. Én például egy gyorslábú holland irányítósrácról hallottam, aki amikor a csapata itt járt Szegeden, nem is olyan régen, akkor elég meggyőző teljesítmény nyújtott, én úgy emlékszem, pedig hirtelen egy kisebb csapatból találta magát az adott BL csapatban, nem akarom én a nevét most így mondogatni. Nyilván Kasperek távozása nekem számomra azért szomorú, mert konkrétan itt az elmúlt 3 évben rengeteg játékpercet, bizalmat kapott, és a 3. évben derült ki, hogy ezek a játékpercek, én azt gondolom, hogy talán kútba dobott pénz esetének mondható. Az, akinek ekkora bizalmat és bizalmi tőkét adunk, és egy valamilyen szintre felépítünk, nem engedjük el egy sikertelen szezon után, amit azt gondolom nem is feltétlenül hibáztatnám a játékost, ugyanis a szezon nagy részében majd nem egyedül kellett megoldani a posztját. Így ebben a formában ezeket az éveket üres járatnak gondolom. Az ő helyére nyilván tudjuk azt, hogy nem is biztos az ő helyére, de az ő pozícióra érkezik Tönézen. Azt gondolom, az egy jó igazolásnak mondható a Tönézen deal, de itt is azért nem mindegy, hogy mondjuk sérülésekkel teli időszakot fog a Szeged kifogni a játékosnál, avagy egy olyan időszakot, amikor folyamatosan rendelkezésre tud állni, mert akkor egy nagyon hasznos játékosról beszélünk. Nagyon csönd, akkor szólalok. Hát igen, egyébként Kasperek esetében az sajnálatos, hogy én legalábbis úgy láttam, hogy hozzáállásbeli probléma sosem volt vele. Igazából próbálta kihozni magából a maximumot, ami úgy nagyjából erre a szintre volt elég, amit láthattunk,
és hát ha Szeged magasabb, már pedig gondolom magasabb célokra törekszik, akkor ez a, akkor egy jobb átlövő légazolás azért időszerű volt, az pedig, hogy elmegy, az nem meglepetés. Itt a kérdés, hogy mikor jön vissza Stepančić. Hát igazából ugye Bombács van most irányítóban, akit említettél, holland irányító srác, őt egyébként én is szívesen elnézném, ő inkább egy, hogy is fogalmazzak, nagy drámával elviharzott másik irányító játékosra hasonlít a szegedieknél szerintem. Ugye, csak nem egy skúba nevezetőre gondolsz. De, talán rá gondoltam. Szerintem játéstől is hasonlóak, ugye. Meg még a kezdőbetű is stimmel. Igen, és szerintem ők abszolút hasonlóak, és azt láttuk, hogy azért ez a fajta játék stílus lehet sikerre vezető Szegeden, szóval én szívesen megnézném ebben a csapatban is. Az biztos, hogy legalábbis szerintem igazolni kell, ugye itt a nagy kérdés volt, hogy a Máhé jön, nem jön, ugye több helyen megjelent, hogy megy, több helyen, hogy nem megy, aztán mégsem ment. Szerintem úgy lehet benne valami olyasmi, hogy ő vele számoltak, vagy ők szerették volna legalábbis. Így viszont most egy abszolút hiányposzt van szerintem, mert a Bombács formája sem mindig meggyőző, elég hullámzó. Úgyhogy kellene egy magabiztos olyan játékos, aki szervezi a játékot, aki inkább szervezi a játékot, mint maga csinálja a dolgokat. Szerintem Bombács hasonló, aki nem kérdés, hogy egy zseniális játékos, de szerintem néha túlzásokba esik, és nem mindig a csapat érdekei látszódnak az ő tevékenységén, legalábbis én így látom, de nem láttam az összes szegedi mérkőzést. Úgyhogy a legjobb az lesz a Szegednek egyébként átigazolás terén, ha minden játékos felépül, akkor már sokat léphetnek előre, de úgy gondolom, hogy még egy-két igazolás szerintem finom hangolás nem árt ezen a kereten, hogyha valóban felszeretnék venni a harcot a hazai fronton a Szegeddel, Veszprémmel, nemzetközi szinten pedig, ha az hőányított Final Four a cél, akkor mindenféleképpen kell egy-két posztot, szerintem erősítés. Én balszélen gondolom még egy kicsit vékonynak a bejelentett változásokat. Nem titok, hogy Jonas Schellmann várhatóan vissza fog vonulni a játéktól. Bejelentették Sebastian Frimmelt még az előző év végén. Ő egyébként egy tehetséges Schaffhausenben játszó szélső, de azóta eltelt mérkőzéseken, amit ugye volt szerencsém látni, nem nyújtott feltétlenül meggyőző teljesítményt. Maradjunk annyi, hogy potenciál van benne, kérdés, hogy ki tudjuk-e belőle hozni. De én azt gondolom, ez az oldal még mindig kíván még játékos igazolást, mert ott is egyébként vékonyka lesz a keret, hogyha ez így marad. Pont az ő, ugye Frimmel révén jutott eszembe egyébként, és nem szeretnék tényleg felhozni most a idegenlégiós, nem idegenlégiós témát, hogy ott nem lehetett volna esetleg egy magyar játékos kihozni. Ugye ma említetted is, hogy a Frimmel nem egyelőre legalábbis nem egy világklasszis játékos, nem azt a benyomást nyújtja. Ugye sokan, nem azt mondom, hogy kinevették, de azért kérdőre vonták a Szegedet, hogy mégis honnan hozta ezt az osztrák játékost. Osztrák, ugye, ha jól tudom? Osztrák, nyugtában a napot, én azt gondolom, hogy ez igazásban is bejöhet a végén. Persze, állapodtam, hogy ha ilyen bizonytalan helyzet, akkor akár gondolkodhattak volna, akár még akár magyar játékosban is, hiszen vannak tehetséges szélsőink. Én drukkolok mindenféleképpen neki egyébként, mert ugye van még lehetőség, de valóban így van, hogy én is, sőt szerintem sok szegedi vagy magyar szurkoló, aki ezzel a bejelentéssel tisztában van, azért úgy néztem mondjuk a Tatabánya elleni mérkőzést is, hogy na, ez a Schaffhauseni szélső érkezik majd Szegedre, és olyan jó benyomás, vagy olyan benyomás egyre nem tett. Nyilvánvalóan a Szeged azért tisztában a képességeivel, legalábbis reméljük, sőt azért nyilvánvalóan ez nem egy ad hoc jellegű igazolás volt, de valóban így van, hogy oda egy hát azért, ha megnézik a többi Final Four, vagy a legjobb 8 BL csapatot, akkor ott azon a poszton azért világklasszisok vannak, és azon a, és most Szegeden ez nincs így. Ez szerintem kijelenthető. Akár Frimmel, de még ha Jonas marad, akkor sem kijelenthető, hiszen ugye egy nagyobb játékos, de azért inkább már visszafelé, vagy lefelé megy a karrierje, hogy finoman fogalmaznak. Most azon gondolkoztam. Ja, szóval, hogy itt még talán az lehetett szempont egyébként, bocsánat, hogy közbevágok, hogyha jól tudom, ugye Frimmel védekezik kettest.
vagy hát tud kettest védekezni, ami ugye azért nagyon fontos, mert a szegedi rendszerben kiemelt szerepe van annak, hogy az egyik szélső tudjon kettest védekezni, hiszen így oldható meg viszonylag limitált cselével a stratégia. Én láttam zavarót is védekezni egyébként. Tehát akkor gyakorlatilag védekezésben is sem már helyére jön. Igen, lehet, hogy ebből a szempontból egy jó húzás. Hetest is lő, én úgy láttam. Nem biztos, hogy maga biztosan. De lő heteseket. Igen, hát egyébként a, bocsánat, a világviszonylatban nem tudom, azért nincs olyan sok szélső, aki jól tud kettes védekezni. Szóval ebből a szempontból is lehet egy logikus igazolás. Az más kérdés, hogy ugye kit kell majd helyettesíteni, vagy kinek tud szélen védekezni. Vagy nekem hát, van egy nevem. Vagy kinek kell, igen. Timur Dibirov. Ó, hát igen, ő egy államigazolás lenne szerintem. Én már ugye nagyon régóta figyelem az ő pályafutását, úgymond, és egy nagy kedvencem. Egy szenzációs tehát lővő repertoárra megáldott játékos, jó a hozzáállása, és az, hogy hogy védekezik szélső létére, az pedig egészen elképesztő, és az az egészen elképesztő, mi benne, hogy hiába, hogy pici, ő mindenféle párhazban van egyik így is. Szóval nem csak a labdaszerzéseivel tűnik ki, hanem egyszerűen a test nem feláldozza magát szívesen az ütközetekben. Én azonnal aláírnám, hogyha ő jönne. Egyébként, szóval ő egy, és ugye a Várdában is ki tudja, hogy ők is milyen célokért játszanak, milyen pénzügyi háttérrel, szóval én úgy gondolom most, hogy nem lenne egy lehetetlen dolog őt Szegedre hozni, én nagyon-nagyon örülnék neki. Közben csak azon gondolkoztam, hogy nem tudjuk, hogy most ebben lehet, hogy nem is kellene annyira belemenni, csak ugye hallottuk, hogy Tatabányán ugye vannak ilyen-olyan anyagi gondok, amit úgy ősztel felvetődtek. Nem tudom, hogy azóta mennyire rendeződtek ezek a dolgok. Nyilván nem tenne jót így a bajnokságnak sem, meg úgy a Tatabányának sem, hogyha ez a csapatuk esetleg a anyagi gondok miatt ez esetleg széthullana, vagy esetleg onnan, ha ne adj Isten, nem tudják ezt a keretet fenntartani, esetleg Tatabányáról esetleg a Szeged kinézne valakit így a átigazolási időszak alatt, de teszem hozzá, most ugye nem tudjuk a legfrissebb híreket, hogy Tatabányán mennyire stabilizálódik a helyzet. Én úgy hallottam, hogy valamennyire stabilizálódott a helyzet. Nyilvánvalóan az nem azt jelenti, hogy a stabil ezt a költségvetési keretet majd egészen bizonyosan fenn fogják tudni, vagy fenn fogják akarni tartani következő szezonokra, de a szezon befejezését én azt gondolom biztosan megoldják. Kérdés, igen, a magyarok szerepeltetése a Szegedben. Én azt gondolom, és ne kövezzetek meg érte, valamilyen szinten a Veszprém és a Szeged egy olyan kirakat csapat, akiknél az eredmény számít. Ha az adott edző, és láttuk ezt Davistól, láttuk ezt Pastortól milliószor, ha nem bízik az adott magyar játékosban, akkor felesleges azokat az igazolásokat odaerőltetni, mert nem lesz meg a megfelelő játékperc. Lásd, mondjuk Székely Marci esete, aki magyar bajnokikon is elvétve kapott csak szerepet sajnos, de én azt gondolom, Ligetvári sem kapja meg azokat a játékperceket mondjuk támadásban, amit mi reméltünk tavaly nyáron, amikor ezt az igazolást bejelentették. Tehát magyar játékos akkor igazoljon, én azt gondolom, Szegedre is Veszprémbe, hogyha azok a játékpercek meglesznek. Ez alkalmas Podónak, alkalmas Bánhidinek, Miklernek, de mondjuk annak idején nem sikerült Bókánál, és akkor sorolhatnám még azokat a magyar igazolásokat, amik Szegeden nem jöttek be. Abból aztán már egyetértek egyébként, hogy csak akkor, tehát nyilvánvalóan, hogy egyik edző se hülye, és ugye mindenki eredménykényszerben van, főleg ezen a szinten, hogy nyilvánvalóan, hogyha van egy jobb játékos, aki légiós, mint egy magyar játékos, akkor csak azért ne legyen ott egy, ne vigyenek oda senki, semmi magyar játékos, csak azért, hogy elmondhassák, hogy van 3, 4, 5, 6, 7 magyar a keretben, mert az csak statisztikailag jó.
nyilvánvalóan olyan játékos kell, aki jobb, mint a külföldi, és azért sok pozícióban, de ez sajnos nem mindig van így, ugye akiket felsoroltak, náluk pont így van egyébként, de azért több esetben, azért látjuk, hogy a külföldiek sajnos legtöbb esetben jobbak azonokon a posztokon, mint a magyar játékosok, szóval ebben egyetértek, hogy csak akkor, meg hát ugye a válogatott érdekeit szem előtt tartva sem jó, hogyha odaigaz egy játékos, tök jól néz ki, hogy hat magyar van ott, vagy 10, nem tudom mennyi, és aztán nem játszik, és a válogatott pedig majdnem, hogy alapembernek számít, mert nincs más, finoman fogalmazva. Úgyhogy ebből a szempontból abszolút igazadok. Még visszatérve a Tatabányán, én is azt akartam mondani, hogy vagy egy idő után azért úgymond csend van nagyjából, úgyhogy én is úgy gondolom, hogy a statisztika, szóval a pénzügyi dolgok szerintem a évvégéig biztosan rendeződtek, aztán remélhetőleg így is marad. Oké, nem akarom belétek folytani a szót, mert nagyon izgalmas ez a beszélgetés, de néhány percet azért szálljunk többi párharcra. A Váller Veszprém és a Szeged Kielce kívül ilyen párosításaink vannak, mikor hogy Nant Kielce, Celje Paris Saint-Germain, Motor Záporos Jemeskov Brest, Elverum Barcelona, Porto Aalborg és Zágráb Flensburg. Melyik az, amelyiket még várunk a magyar érdekeltségű párharcokon kívül? Az a Porto Aalborg, nem néz ki rosszul például. Igen, de ez a Nant Kielce is egy nagyon érdekes párosításnak tűnik így elsőre. Nyilván favoritnak mondanánk a Kielcét, de a Nant azért azt hiszem, hogy okozott meglepetéseket már ősszel, azt hiszem pont Kielben, ha jól rémlik. Azt hiszem ott volt egy olyan tükörsüm a győzelmük, a második-harmadik forduló táján egy totál meglepetés győzelem, amikor megverték a Kielt még októberben. Azt leszámítva, egyébként a Nant az igazi hullámvasút és a fekete ló esete. Kifoghatnak jó napot, és azt gondolom Kielcében, talán legutóbb olvastam, hogy a kisebb Dujshebaev talán megsérült, és nem fog rendelkezésre állni, úgyhogy ott is csökkentek a lehetőségek. És hát tegyük hozzá, hogy a Kielce viszonylag kisebb zavarokkal úszta meg az őszi Covid időszakot, úgyhogy ő náluk még bármi előfordulhat ebből a szempontból. Azt nem érzem teljesen annyira papírforma Kielcének, mint ahogy mások. És hát igen, a Porto Aalborg az egy érdekes párosításnak tűnik. És hát egyelőre hazai győzelemet taksálnak a fogadóirodák erre, és ezt megmondom őszintén, nem osztom ezt a véleményt. Nagyon érdekes, hogy ezt mondtad egyébként, mert pont most néztem meg az odcokat tegnap, mert lényegtelen, hogy miért. Szóval a fogadási oldalakat nézegettem, és ott is ezt néztem, hogy a Porto, tehát a Marci nem igazol oda, akkor abszolút azt mondtam volna, hogy szerintem ez a Aalborg, ez szerintem simán tovább jut, úgymond. Most már reménykedem, hogy nem így van, de nehéz szívvel mondom azt, de szerintem az Aalborg fog tovább jutni egyébként, mert azért ők aztán tényleg okoztak meglepetéseket, és nagyon kellemetlen ellenfél. És hát arról meg ugye tudunk, hogy jövőre milyen kellemetlen ellenfelek lesznek az ellenfeleknek, szóval ott van egészen nagy dolog készül, ami egyébként én nagyon jó dolognak gondolok, hogy főleg hazai játékosokra építve próbálnak egy nagyon jó klubot, vagy nagyon erős egyesület létrehozni, és ennek az egyik akár előszobája lehet az, hogy az egyébként esélyesebbnek tartott Portót kiverhetik a bajnok ligájából. Drukkolni fogunk Marcnak nagyon, de szerintem az Aalborg itt én is érdekes, hogy feljönítettel, én is így úgy gondolom, hogy az Aalborg fog tovább jutni. Hát én azért bízok a Portóban, nyilván Marci miatt is, hogy azért legyen neki sikerélménye, de hát a portugál kézilabdát azt ismerjük, hogy milyen nagy változásokon mentek keresztül, szóval én úgy gondolom, most a Porto még tovább jut, az Aalborg most kiesik, aztán a jövőre robbantanak, aztán meglátjuk. Azért nézzük ugye a többi pályán is még lesz magyar játékos, majd az Elverum Barcelona, ott Máté Dominik játékára leszek kíváncsi majd, hogy tudja egy Barca ellen játszani, és a Leimetert Csaba pedig a Flensburg ellen kell majd, hogy bizonyítson a Zágrábba, úgyhogy a magyar meccseken kívül én kíváncsian várom a többi magyar játékosnak a szereplését az egyenes kieséses szakaszban. És van még itt egy érdekes párharc, aminek én meg nem mondom a továbbjutóját, egy Motor Brest összecsapás, ami szerintem
gyakorlatilag megjósolhatatlan így elsőre. Mutatta szép arcát mind a két csapat ebben az őszi szezonban, vagyis a csoportküzdelmek során, és hát rossz arcát is. Úgyhogy itt aztán ember legyen a talpán, aki erre jóslatot mond. Én talán árnyalatnyival a motort érzem esélyesebbnek. Hát én meg olyan szempontból a Brestet, hogy valószínű, hogy ha úgy láttam, hogy a hazai, tehát az orosz meccseken vannak nézők. Tehát néztem a Csehovszki medvegyi Nims Európa Liga meccset, tehát ott is szinte majdnem telt ház volt. Tehát ami segített is szerintem a Csehovnak, mert a hajrába alakították ki a legnagyobb különbséget, úgyhogy 5 gólos előnyt szereztek a visszavágóra, és úgy láttam, hogy a visszavágó lesz majd Fehér Oroszországban. Ott meg a közönség azért segíthet majd a Meskovnak, ha esetleg olyan kiélezett lesz majd a végjáték. Így van. Aztán meglátjuk. Vannak tehát izgalmas párharcok, nekünk viszont most ennyi fért a műsoridőnkbe. Nektek köszönöm szépen a részvételt, a hallgatóknak pedig a figyelmet, jövő héten újra találkozunk. Sziasztok!